Üdvözlök én is mindenkit, hogyha 4-5 évvel ezelőtt valaki azt mondja nekem közgazdászként, hogy egy mezőgazdasági rendezvényen kell majd előadást tartani, akkor biztos nagyot mosolygok, mert az élet így hozta, 3 éve dolgozom a tangazdaságnál, és 3 éve vezetem a tangazdaságot. Az előadásom első részében szeretném bemutatni a cégünket, a második részben pedig visszacsatolva az előttem szólókhoz, bemutatnám, hogy gyakorlatban mi alapján hozunk döntéseket, illetve hogy hogy működik egy mezőgazdasági nagyüzem. A Gödöllői Tangazdaság ZRT 92 óta működik részvénytársági formában, nem az egyetemhez tartozunk, mert még a mai napig is keresztbe kasú küldözgetnek leveleket, ami ránk tartozik az egyetemnek, ami az egyetemre tartozik hozzánk, hogy nem tartozunk az egyetemhez, bár együtt dolgozunk elég sok dologban a karral, de nem tartozunk így közvetlen az egyetemhez. Összesen 4700 hektáron gazdálkodunk, 2 tömbben mondnak a földjeink, az egyik rész az Kartal térsége, a másik pedig 60 térsége, körülbelül 2000 hektár. Emellett van egy vetőmagüzemünk, ami a Közép-Magyarországi régióban az egyik legnagyobb. Van körülbelül 300 hektáros csonthéjas gyümölcsösünk, illetve van egy tejelő szarvasmarha telepünk 60 nagygomboson, ami szintén az egyik legnagyobb Heves megyében. Most egy kicsit megnézve, hogy melyik ágazatunk mivel foglalkozik, meg mekkora. A növénytermesztésünk, a szántóföldi növénytermesztés, az kb. 4200 hektáron dolgozik. Alapjában véve ugye profitorientált, tehát gabonát, napraforgót, repcét állít elő, ugyanakkor a vetőmagüzemhez is megtermeli az alapanyagot, továbbá kb. 1000 hektáron a szarvasmarhatelep részére ugye lucernát, kukoricát, silókukoricát készít. A szarvasmarhatelepünk az 700-750 fejős tehén, ez egy tejelő Holstein Fries szarvasmarhatelep. Összesen kb. 1400-1500 állat van a telepen a szaporulattal együtt. Most jelenleg kb. 15000 liter tejet állítunk elő naponta, de természetesen határa csillagos ég. Itt van még leginkább terünk fejlődni, mert a elit, akihez én szeretnék tartozni, az azért jóval fölöttünk van, kb. 20-30%-kal. A vetőmagüzemünk, mint említettem, egyik legnagyobb itt a Közép-Magyarországi régióban, néhány számmal illusztrálva, tavaly kb. 5000 tonna vetőmagot dolgoztunk fel, ami egyrészt bérelőállítás, másrészt mint saját vetőmag, illetve dolgozunk bérmunkaként is vetőmagtisztítással. A gyümölcsösünk, mint említettem, 320 hektár, ez cseresznye, megy, kajszi, barack és szilva. Hát az idei szezon az nem igazán kedvez a gyümölcstermesztőknek, mert a korábbi évek átvételi árai az idei évben kb. 40%-ra estek vissza. Ugye el tudja mindenki képzelni szerintem, aki dolgozik ebben az iparágban, hogy milyen az, amikor egyik évben valaki 100-at keres, a másik évben csak 40-et. A költség az ugyanaz, mert a növényvédőszert is mindent meg kell venni, de az árbevételi oldal az idén sajnos sokkal kevesebb lesz. Már így egy kicsit összekevertem a dolgokat, mint bevétel, kiadás, akkor be szeretném mutatni, hogy a mi döntéseinket mik befolyásolják, mint nagyüzem, illetve mint profitorientált gazdasági társaság. Ugye, nekünk, illetve nekem leginkább a nyereségességet kell szem előtt tartani, hogyha közgazdasági fogalmakkal próbáljuk ezt megfogalmazni, akkor ugye egyrészt a bevételeket, illetve a kiadásokat kell néznem. A bevételi oldalon, mint ahogy előttem elhangzott, ott az ár az adott. Tehát mivel tömegterméket állítunk elő, ez a világpiacon kerül meghatározásra, nagyon hatni rá nem tudunk. Minimálisan lehet a kötési időben, hogy mikor köt az ember üzletet integrátorokkal, már márciusban beköt egy biztonságit, később adja, betárolja, de ez minimális, ez szerintem 10% körüli árbefolyásoló tényező. Ugye a másik dolog az a mennyiség, ebben tudunk fejlődni. Ugye, mint elhangzott, Nyugat-Európa hol áll, az ő adottságaikhoz képest, illetve mi hogy állunk. Mi, mint gazdasági társaság, ezért azt nézzük, hogy mik azok a növények, amik a mi adottságaink között jó termés átlagokat hoznak, illetve jó költségszinten tudunk ezekkel dolgozni. És példaként említve, hogy ez tényleg hogy befolyásolja a mindennapi életünket, az agronómus kollégák úgy hívják a vetéstervünket, hogy online rendszerben van a vetéstervünk, mert az folyamatosan változik.
Tehát könnyen mondhatjuk azt, hogy mi 4000 hektáron vagyunk, ott mennyire egyszerű. Nem olyan egyszerű meghatározni, hogy miből mennyi van. Mondjuk az elmúlt 3 évről tudok beszélni, amikor én már itt voltam a cégnél. A repce például az folyamatosan csökken az átvételi ára, a költségszint az szinte ugyanott van, ezért próbáljuk a repcének a vetés területét visszavenni. Ez 2 éve még körülbelül 650-700 hektár volt, idén már csak 400-450 hektár. Ugyanez a másik irányba, azt látjuk, hogy mi itt a környéken árpát egész jól tudunk előállítani, illetve meg tudjuk csinálni a sörárpa minőséget is. Úgyhogy az árpa területünket pedig fokozatosan növeltük, tehát az ősz és tavaszi árpa esetén is körülbelül 100-200 hektárral nagyobb területeket vettünk árpával. A búza az gyakorlatilag mindenki évben szinte ugyanannyi, ott egyedül abba az irányba tudunk elmenni, hogy egy magasabb hozzáadott értéken vetőmagot állítunk elő, és nem elsődlegesen a malmi búzára törekszünk. A bevételi oldalon a másik dolog, ami még itt a mennyiséghez kapcsolódik, az a technológiák, és itt már egy kicsit át is kanyarodhatunk a költségekhez, hogy mik azok a technológiák, illetve milyen fejlesztéseket csináltunk mi meg a gyakorlatban, amik hathatnak a mi eredményességünkre. Régóta néhány éve már a kultivátoros, lazításos talajművelés folytatjuk, viszonylag keveset szántunk. Ez volt az alapja annak a többi technológiának, amit mindjárt a következőkben fogok felsorolni. Ezután próbáltuk meg azt, hogy milyen az, hogyha munkaműveleteket próbálunk összekötni. Mindenki tudja, hogyha többször kell kimenni a földre, az annyi gázolajköltség, annyi bérköltség, többet kell költeni input anyagra, mindenre. Úgyhogy itt körülbelül 2 éve vásároltunk egy olyan vetőgépet, ez csak így példaként illusztrálva, ami már a vetéssel egy időben juttatja ki a műtrágyát. Tehát van egy alapműtrágya, arról nem beszélek, hanem a vetéshez kapcsolódó műtrágyáról. Számszakilag, csak hogy mivel közgazdász vagyok, hogy néhány számot elmondjak, hogy mi alapján döntöttük azt, hogy mégis megcsináljuk ezt, annak ellenére, hogy 30 millió forintba kerül ez a szemenkénti vetőgép. A napraforgó és kukorica vetésre alkalmas ez a szemenkénti vető, míg régen a normál műtrágya szóróval ott karbamidot kellett szórni, körülbelül 2 mázsa per hektárral. Most ezzel a szemenkénti vetővel, ezzel vagy mast, vagy pétisót juttatunk közvetlenül a mag mellé, és mennyiségben nem sokkal kevesebb, mert csak az egyik kultúrnövénynél van a 2 mázsa helyett másfél mázsa, de tudjuk, hogy mi a különbség árban a karbamid meg a pétisó között. Ez nagyságrendileg hektáronként egy 5-10 000 forintos csökkenés jelent, ami a mi nagyságrendünkben mondjuk kukorica 750 hektár, napraforgó 500 hektár, ez 1200 hektár, vagy 1300 hektár, ezen a nagyságrenden egy 8-10 millió forint. Ehhez hozzáteszem azt, hogy nem kell kétszer kimenni, ugye műtrágyaszórás vetés, hanem egyben, ez másfél-két millió forint. Tehát egy évben körülbelül ezzel a vetőgéppel 10 millió forintot spórolunk. Ha azt mondtam, hogy 30 millióba került ez a vetőgép, akkor beláthatjuk, hogy ez egy 3 éves megtérülés, ami azt gondolom, hogy elfogadható, ha nem kiemelkedő más iparágokban. Úgyhogy technológiában ezért próbáljuk csinálni azt, hogy a munkaműveleteket vonunk össze, mert azzal is csökkenek a költségek. A vetőgép volt az első ilyen, ami a precíziós gazdálkodás irányába mutat. A vetőgéphez kapcsolódóan most már automata kormányzással, GPS technológiával felszerelt traktorokat vettünk, kultivátort használunk, sorközművelő kultivátort használunk, úgyhogy itt is, amint elhangzott a permetezésnél vagy a vetésnél is, az, hogy nem duplán művelünk valamit, az óriási pénzt jelent. Ez nagyságrendileg a mi becsléseink szerint 8-10% a felülművelésnek az aránya. A mi nagyságrendünkben még egyszer 4000 hektár, ez a 8-10%, ez 3-400 hektár. Tehát nekem 3-400 hektárra kevesebbet művelek most, úgyhogy automata kormánnyal megyünk, GPS-en megyünk, mint hogyha ez nem lenne. Azt ki lehet számolni, hogy annak milyen költsége van egy évben. Emellett ugye a GPS technológia mellett automata kormányzás után most próbálkozunk a sávműveléssel, mivel a kollégáimat bátorítom mindig, hogy a jobbaktól mindenképpen tanuljunk, úgyhogy elég sokat járnak külföldre, illetve akár belföldön is
a jobb gazdaságokat, vagy a jobb eredményekkel bíró gazdaságokat, és próbáljuk egyeztetni, hogy mi az a technológia, ami ott jól működött, és ezt próbáljuk elhozni magunkhoz. A sávművelés ez egy ilyen dolog, de jelenleg ez azt gondolom, hogy a mi nagyságrendünkben, mi területünkön egy picit még gyerekcipőben jár, mert ugye tudjuk, hogy Amerikában ezt nagyon szeretik és nagyon csinálják, de egy picit más azért a talajszerkezet. Nálunk most van kísérlet alatt egy ilyen kb. 50 hektáros terület, az 50 hektáron kb. 15-ször eltört a csavar a talajművelőnél, a sorművelőnél, úgyhogy túl kemény volt hozzá a talaj. Mindegy, próbálkozni kell, mert egyszerűen a költségek azok meg fognak ölni minket. A végezetül néhány gondolat arról, hogy fejlesztésekben mi miben gondolkodunk, vagy merre mutat a jövő nekünk. Ahogy itt korábban is, vagy az előző előadóktól is elhangzott, ugye a pályázati rendszerek a következő időszakokban is meglesznek. Ez nálunk is kulcskérdés, hogy azokat a fejlesztéseket csináljuk meg, amelyek valamilyen pályázati forráshoz kapcsolódnak. Jelenleg folyamatban van a szarvasmarha telepünk korszerűsítése, kb. 20-30 éve a mi telepünkre nem volt költve, most jött el az ideje, mert most volt egy olyan pályázat, amiben mi már részt tudtunk venni. Ez egy 650 millió forintos pályázat, illetve 650 milliós beruházás, amiben egy új fejőházat, istálló technológiát javítunk, tetőt cseréltünk, párásító van a jobb hűtés miatt, egy szemes takarmánytárolót építettünk, illetve ahogy a dolgozóinknak is a hangulata jobb legyen, a szociális épületet teljes mértékben felújítottunk. Ugye ez kb. 2 évre hat ki nálunk, ez 300-300 millió forint a tavalyi, illetve az idei évre mint beruházás. Emellett ugye tavaly jöttek ezek az újabb traktorok, illetve az idei évben a kertészeti pályázat keretében jönnek kisebb traktorok, illetve olyan talajművelő eszközök, amik a kertészethez kapcsolódnak. Úgyhogy nálunk a fejlesztés az nem állhat meg. Én is ugyanazt hallom, mint itt az előző előadó, hogy fejleszteni folyamatosan kell. Én még egy kicsit tovább mennék a hajós analógiánál, hogy kormány nélkül hánykolódik a tengeren. Én azt mondom, hogy ha nincs fejlesztés, akkor ez a hajó el is süllyedhet. Tehát azt gondolom, hogy aki itt van, az jó irányba van, mert hallhat, láthat olyan dolgokat, amit a saját gazdaságában tud használni. És igenis haladni kell a korral, mert az, amit 20-30 éve csináltunk, az nem biztos, hogy ugyanazt a profitabilitást tudja már nyújtani. És ugye mindannyian tudjuk, hogy az számít, hogy évvégén mennyi pénz marad a zsebünkben. Meg gazdálkodhatunk, meg lehet szép traktorunk, csak nem biztos, hogy meg tudom tankolni a következő évben. Ugye én ennyit gondoltam elmondani, köszönöm.